Alig érkeztek meg Ukrajnába az első F-16-os amerikai vadászrepülők, az ukránok már is elveszítették az egyiket, és vele az egyik legjobb pilótájukat. A gép még hétfőn bevetés közben zuhant le. Még azt sem lehet kizárni egyelőre, hogy az ukránok véletlenül a saját gépüket lőtték le. Ma egyébként több ukrán városból is orosz légicsapásokat jelentettek. Igazán élvezetes ezzel a géppel repülni. Nem mondom, hogy a korábban használt MIG-ek unalmasak lennének, de az F-16-osok sokkal mozgékonyabbak, azonnal végrehajtanak minden manővert. Így beszélt az amerikai vadászrepülők vezetéséről a Moonfish hívójelű ukrán vadászpilóta. Oleksii Mez a NATO nyáron készült kisfilmjében lelkesen beszélt arról, hogy milyen lehetőséget jelentenek az Ukrajnába küldött F-16-osok. A pilóta néhány héttel később egy ilyen vadászrepülővel zuhant le és meghalt. Az ukrán légierő nyugati hadcsoport főnöksége a legnagyobb közösségi oldalon közölt fényképeket a 31 éves férfi temetéséről. A pilóta még hétfőn a kelet-ukrajnai Luck térségében vett részt bevetésen. Feladata az volt, hogy lelője az érkező orosz rakétákat és drónokat. Gépe azonban lezuhant, a körülmények pedig egyelőre tisztázatlanok. Egy a kormánypártból idén kilépett ukrán parlamenti képviselő szerint Oleksii Mez baráti tűz áldozatává válhatott, vagyis az ukránok véletlenül a saját gépüket lőhették le egy Patriot rakétával. Ezt a védelmi tárca nem erősítette meg, az amerikai Pentagon pedig azt állítja, nem vesz részt az eset kivizsgálásában. Az viszont biztos, hogy Ukrajna ezzel nem csak az egyik frissen kapott amerikai vadászgépét, de az egyik legtapasztaltabb pilótáját is elveszítette, aki egyike volt annak a hat embernek, akik már megkapták a kiképzést az F-16-osokra. Ukrajna Belgiumtól, Hollandiától, Dániától és Norvégiától eddig már összesen 80 ilyen vadászgép átadására kapott ígéretet, de idén azonban várhatóan ennek csak a töredéke érkezhet meg. Az ukrán elnök szerint az amerikai repülőkre a védekezésben és a támadásban is szükség van. Az F-16-osokat az ukránok Kurszki offenzívájában is bevethetik. A határmenti orosz megyében az ukrán hadsereg főparancsnoka szerint egyébként péntekre sikerült további 5 négyzetkilométernyi területet elfoglalniuk. Az orosz rendkívüli helyzetek minisztériuma közben azt állítja, hogy az ukránok Kurszk és Belgorod megyében is civil célpontokat támadnak. Kijev tagadja ezt, az orosz hadvezetést pedig szintén terrortámadások végrehajtásával vádolják. Az ukrán védelmi tárca szerint péntek hajnalban orosz légitámadás ért egy csomagoló anyagokat gyártó üzemet a határ közeli Szumi városában. A mentőszolgálat halottakról és több mint 10 sérültről adott hírt. Később Harkivból is orosz bombatámadást jelentettek. A Reuters helyi stábja egy több emeletes, lángoló lakóépületről osztott meg felvételeket. A beszámolók szerint többen itt is meghaltak, a sérültek száma pedig 40 fölé tehető.